köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, aksağı tökü doluğa, yargı tekim köptürük. Ökkenin sakta kaymağı, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Hagyományunk című műsorában. Mai vendégünk dr. Jókai István, akit szeretettel köszöntök a stúdiónkban. Egy, hát meg kell mondom, egy nagyon érdekes ember lesz ma mai vendégünk, ugyanis orvos létére, orvos kutató létére, aki végül is az egész életét a tudománynak szentelte. De ennek ellenére nem erről fogunk beszélni, hanem olyan dolgokról fogunk beszélni, ami a világ mindenségnek a magyarázatára ad valamilyen rávilágítást. Ugye István bátyám, te 46 és 52 között voltál orvosi egyetemen Debrecenben, ahol fizikai intézetben, biológiai intézetben, mikrobiológiai intézetben, korrelátoron dolgoztál, majd ezután 52 után felültél Budapestre, ahol immunológiával és biokémiával foglalkoztál, és nyilván ezeknek a tudományos területeit gazdagítottad. De hát most valami teljesen másról fogunk beszélni. Ugye 85 éves korodban az életnek a bölcsességét magad mögött látva olyan dolgokról írtál könyveket, ami hát végül is nyilván, hogy ezeknek az alaptudásoknak a birtokába tudtál odáig eljutni, hogy olyanokról írtál, amiről most beszélni fogunk. Parancsolj, átadom neked a szót. Üdvözlöm a kedves nézőket, magamról annyit, hogy 10 éves koromban volt egy misztikus élményem, és ebből kifolyólag a Szentírást és a világot szerettem volna megérteni. Ezért is lettem kutatóorvos. Kezdetben a Debreceni Egyetem orvosi fizikai, később a biológiai, mikrobiológiai, majd a korrelátor intézetében részt vettem az oktató és tudományos munkába. Majd 1964-ben Budapestre kerültem az MTA mikrobiológiai kutatócsoportba, aminek 10 évig voltam az igazgató helyettese. A Stockholmi Karolinska Intézetben töltött tanulmányutam során 1975-ben alkalmam volt a svéd TV jóvoltából végignézni egy csoda operációt a has megnyitásával, amit a gyógyító ember Jézus nevében végzett a puszta kezével, minden eszköz nélkül, maximum két perc alatt. A sebszélek az ujjak végig húzásával azonnal és nyom nélkül gyógyultak. Ekkor tudatosult bennem, hogy a jövő útja a szellemi világkép terjedése lesz, aminek alapjai a Szentírásban vannak lefektetve. Itthon 20 évig hallgattam Makk István építészmérnök és szellemi tanító meditációit, és ezután születtek meg saját könyveim is, amiben a tanultakat kiegészítettem természettudományos ismereteimmel. Életem fő felismeréseit két könyvembe foglaltam össze, melyeknek címe az Élet misztériuma és az Igazság szabaddá tesz, a vízöntőkor keresztény világképe. Könyveimben összefoglaltam a vezérlő világelveket, a természettudomány, a vallások és ezoterikus tanok, valamint a keresztény szentírás kijelentéseinek szintézisébe, és ezzel egységes elvekbe foglaltam az élet fizikai, biológiai, lelki, szellemi és isteni szintjét. Könyveimben ezzel egy egységes elvi világképet vázoltam fel az anyagtól Istenig, amiben nincsenek ellentmondások. Hát bemutatnám. Kedves István bátyám, megengedett, hogy egy kérdést föltegyek. Igen. Én láttam a televízióban, meg az interneten is ilyen típusú műtétet, amit most itt fölvázoltál, hogy minden műszer nélkül operáltak embereket. Csak hogy az ember ugye ilyet lát egy filmen, akkor ugye akarva akaratlanul a csalásnak a
beépíthetősége az ott van, ugye az interneten keresztül mindent meg lehet valósítani. Te itt személyesen részt vettél, te teljes közelségben láttad, hogy mi történik. Hát ez a TV közvetítésében láttam ugyan, de ez nem ez az egyedüli hiteles bizonyíték, hanem a Prostelter, osztrák fizikokémiai professzor nagyon sokáig tanulmányozta ezt a jelenséget, és egy könyvet is írt róla, amit én Németországban meg is tudtam szerezni. Ennek a rövid kivonatát közöltem a könyvembe is, egy 10 oldalon. Igen. Ez meg, ő meg ezt részletesen leírta és magyarázta ezeket a jelenségeket, tehát kétségtelen, hogy ezek valós jelenségek, és megmagyarázta mindazokat, amik azokat a ellenvetéseket is, amelyek ellene szóltak esetleg ezeknek. Úgyhogy azért nem fogadta el a tudományos világ ezt, mert ez olyan hirtelen és olyan hát hogy is mondjam, újszerű volt. Ez a materialisztikus világszemléletben bizonyára nem ágyazható bele egy ilyen fajta műtét. Hát persze. Na, ez volt a lényeg, hogy egyszerűen elvetették az ott a jelenlevő tudósok, kb. 7 ilyen tudományos szakember volt. Igen. Ezek közül hát 3 nem tudta mivel magyarázni, vagy 7 azt mondja, hogy ez olyan trükk, mint a keletiek csinálni. Igen, hát én is azt hittem a trükk, amikor ilyet láttam a televízióban. Na, hát tudom, a magyar televízióban is volt erről egy beszámoló, de ezek teljesen félreértelmezéseken alapulnak. A prof. Stelter, aki 20 évig foglalkozott ezzel, és megjelent a könyve, nagyon sok nyelven lefordították a könyvet, érdekes magyarul nem fordították le. Én lefordítottam ennek a könyvnek a rövid változatát, közöltem is a könyvembe. Nem foglalkoztak, a tudósok nem foglalkoznak a paraszpszichológiával. Holott már 1921-ben, ha jól emlékszem, a Nobel-díjas Richet tulajdonképpen miután megkapta a Nobel-díjat, utána foglalkozott parapszichológiai ismeretekkel, és könyvet is írt róla. Tehát ezek ismertek voltak, csak a tudományos materializmus ezt elutasította, mivel megjelent 1907-ben a Flexner jelentés, ami kötelezte az oktatásban levő résztvevőket a materialista a tudománynak a terjesztésére. Tehát egy ellentétet akartak kelteni a tudomány és a vallás között. Ez volt a lényege. Úgyhogy... Tudod, a parapszichológiáról azért tudni kell azt, hogy minden világhatalomnak, vagy minden nagyhatalomnak van egy ilyen parapszichológia intézete, amit nagyon keményen fel is használnak a politikai döntéseikben, meg politikai dolgokban. Ezt tudni, Amerikáról van ilyen, az oroszoknak volt ilyen, a Szovjetuniónak van ilyen. Úgyhogy persze, annak ellenére, hogy a materialista világnézet elutasítja, azért ott van mindenhol, és használják. Igen, igen. Hát ez egy ideológia dolog. Hát föltehetnék azt a kérdést, ugye, hogy mit jelez a vízöntő kor? Ez az újkor New Age, ez lett a vízöntő kor új neve. És miért nevezték át a vízöntő fogalmát, amely szerves része a zodiákusnak? Mert a vízöntő jelképe már ősidők óta magát a visszatérő Krisztus szimbolizálja, amit a New Age hirdetői átértelmeznek. Az összefüggések bemutatása azonban leleplezi a hamis nézeteket. Mert az ősi jelképnek és ígéretének megfelelően Krisztus valóban jelentkezett proféta nője közvetítésével és evangéliumának részletes magyarázatával feltárta a teljes igazságot. Kevesen tudják azt, mert ez a háttérhatalomnak és az egyházaknak nem érdeke, hogy az 1980-as évektől kezdve a mai napig működik egy prófétanő Németországban, aki az újkor új ismereteit is hirdeti Jézus Krisztus nevében. Jézus jelenkori evangéliuma már több nyelven, magyar nyelven is megjelent és tartalmazza mindazokat az elveket, amelyek nélkül a Szentírás nem érthető meg.
A címe: Ez az én szavam, Alfa és Omega, Jézus evangéliuma, Krisztus kinyilatkoztatása. Ezt magyar nyelven is megjelent, és meg lehet kapni. Hozzá lehet szerezni. A picikezzel jobban megmutatom. Van rajta egy ilyen arany című kis kereszt a közepén. Ugye ez elég vastag könyv, ez... Azért vastag, mert részletes magyarázatot fűz hozzá. 1056 oldal. Igen, részletes magyarázattal szolgál. Ez az én szavam. Minden fejezethez. Igen. Miután megírtam az említett rövidebb áttekintést az életről és a világról, ismertem meg Isten profétai kijelentését. Megnyugtató számomra, hogy kijelentései teljesen összhangban vannak mindazzal, amit én filozófiai alapon leírtam könyveimben. A vízöntő kor, tehát a visszatérő Krisztus kora, aki jelképei szerint az élet vizét hozza. Jézus azt mondta híveinek: még sok mindent kellene mondanom nektek, de azt nem tudnátok elhordozni. De elküldöm majd az igazság szellemét, aki elvezet a teljes igazságra. A Szent Szellem közvetítőkön keresztül nyilatkozik meg. Ilyen közvetítő, Krisztus küldött volt szellemi mentorom, Makk István is, akinek rövid életrajzát az Igazság szabaddá tesz című könyvembe ismertetem. Én pedig a könyveimben összefoglaltam és kiegészítettem a tőle tanult elveket, de csak utólag ismertem meg Jézus evangéliumát, amely megerősítette az általam előzőleg is leírtakat. Manapság hemzsegnek ugyan már a neten és a boltokban is az ezoterikus témák. Miben jelentenek újat a könyveim? Ezzel kapcsolatban az Igazság szabaddá tesz című könyvem előszavát és bevezetését kellene most ismertetnem. Röviden most csak annyit mondanék, hogy egy holisztikus világképet vázoltam fel az anyagtól Istenig, amiben nincsenek ellentmondások. Korunkban három kardinális hazugság uralja világunkat. A tudomány anyagelvű szemlélete, a dogmatikus keresztény világfelfogás, amely tagadja a reinkarnáció krisztusi igazságát, 3. A nagykeleti vallások és a New Age az önmegváltást hirdetik, és ignorálják vagy tagadják a krisztusi megváltást. Fölmerül, hogy vannak-e olyan eredeti felismeréseim, amelyek nem találhatók meg más forrásokban. Ezeket az új felismeréseimet 8 pontba foglaltam össze, melyek filozófiai tézisek is lehetnének. Ilyen legfontosabb újszerű felismerésem a következőknek tartom. Először tudomásom szerint először foglaltam össze a vezérlő világelveket, a természettudomány, a vallások és ezoterikus tanok, valamint a keresztény szentírás kijelentésének szintézisébe, és ezzel egységes elvekbe foglaltam az élet biológiai, lelki, szellemi és isteni szintjét. Másodszor, ennek kapcsán, ha lehet mondani, megfejtettem a lelki-szellemi élet kozmikus kódját, amit a keresztény Szentháromság fogalmából vezettem le, és amit összefüggésbe hoztam az élet biológiai biológiai szintjével. Ebből általánosítva arra következtettem, hogy az univerzum működése is csak az élet törvényein alapulhat. Harmadszor kimutattam, hogy a kozmikus jelrendszer az élet hármas elvének lelki és szellemi szintű principiumot szimbolizálja, és a két szint közötti átmenetet a szellemi kiegyenlítő elv szabályozza. Negyedszer, az élet hármas elvét kiterjesztettem az univerzumra, amely magába foglalja a szellemi, lelki, biológiai és fizikai szinteket. A köztük levő eltéréseket az erőszintbeli különbséggel hoztam összefüggésbe, ami eltávolodás jelent az élet isteni szintjétől. Ötödször, az ember bibliai fogalma és teremtésének értelmezése. Rámutattam, hogy a bibliai értelmezés szerint az Ádám ember fogalma
és teremtésének értelmezi. Remutatta, hogy a Biblia értelmezés szerint az Ádám ember fogalma nem a testi, hanem azt a szellemi nemzedéket takarja, amely a Biblia által jelzett időben kezdte el szellemi fejlődési ciklusát a Földön, és még ma is itt van. Hatodszor. Az analogikus elveket alkalmazva szoros párhuzamot mutatok ki az élet biológiai és biokémiai folyamatai és a krisztusi principiumok funkciói között, alátámasztva az élet krisztusi eredetét. Hetedszer. Természetfilozófiai elvek alapján értelmezem a szellembukást és a földi testetöltést. Nyolcadszor kimutatom, hogy a tudományos tények és törvények a szellemi felfogást igazolják. További részletek könyvem 460. oldalán. Egy következő kérdés lehetne, hogy miért kritikus jelentőségű, hogy az igazság széles körben is tudatosuljon. Az igazság tudatos felismerése visszatartóan hatna a bűnözésre, és meggyorsíthatná a szellemi fejlődést. Ennek érdekében a fő elveket és a racionális összefüggéseket oktatni kellene már az iskolákban is, hogy a vakhit hiszen mert képtelenség jelszavát az értőhit foglalhassa el. Több olyan kritikus kérdés van, amiben ellentétesek a tudomány és a Biblia nézetei. Ilyen például az ember fogalma és származása, a teremtés vagy spontán evolúció kérdése, és így tovább. Ezek mellett a dogmatikus Biblia magyarázatok is revízióra szorulnak, például abban, hogy egy vagy több földi élete is lehet-e az embernek, reinkarnáció, és hogy a lélek miben különbözik a szellem fogalmától, és így tovább. Tudatosítani kellene, hogy az élet szellemi törvényeitől való eltérés a bűn. Olyan cselekedet, amelynek következményei törvényszerűen visszahatnak az elkövetőre. A törvény az élet törvénye, ami a visszacsatolási elven alapul. Ennek a törvénynek egyetemes jellege pedig csak az újraszületés, a reinkarnáció és a tettek visszahatásának törvényével teljesülhet be. Utóbbi a Bibliában a vetés-aratás törvényekét keletieknél a karma elvként jelentkezik. Ebből a törvényből következnek azok a véletlennek látszó események is, amelyek oki kapcsolatát sokszor az előző életek eseményeiben találhatjuk meg. Ezzel kapcsolatos Jézus aranyszabálya is, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Korunkban nagy szükség lenne arra, hogy az igazság minél szélesebb körben elterjedjen, mert hazánk szellemi felemelkedése csak egy szellemi megtisztulás után lenne várható. Csak akkor kérhetjük az égiek segítségét, ha mi is betartjuk a szellemi világok törvényeit, az igazság és a szeretet fő elveit. Az égiek segítségére valóban csak egy szellemi megtisztulás után számíthatunk. Ezt hangsúlyoztam idén alsóörsön május 3 és 5-e között tartott spirituális kongresszuson, a Nagyszalán elhangzott felszólalásomban is, aminek ezt a címet adtam, hogy mindnyájan egyek legyenek a szellemi egység fontosságáról. Kinek a jelképe a vízöntő már ősidők óta? A visszatérő Krisztus szellemé, aki az életvizét hozza és árasztja ki a földre. Mit jelképez a víz? A víz az élet szimbolikus képi jelképe. Víz az élet közege, és az élő test túlnyomó részét víz alkotja. Ezért a vízzel való keresztség szimbóluma egy elkötelezettséget fejez ki az élet krisztusi elvehez. Mi a vízöntőkor fő feladata a kozmikus jelképek szerint? Ezt fejezik ki a jegy jelképei.
Az állatövi jegyek között egyedül a vízöntő jegy jelképe egy ifjú ember, aki sajtárjából életet fakasztó vizet önt a kiszáradt föld rögére. Baktai Ervin, az ismert keletkutató a következőket írja. Mi a vízöntő ősi jelképe? Az ifjú, aki sajtárt tart és termésfakasztó vizet önt a föld rögére. Az egyetlen jegy, amelynek jelképe egy fiatal férfi, ifjú ember. Önkéntelenül az evangéliumi szavakra kell gondolnunk, az ember fia, aki eljövendő. Jézus Krisztus, akinek műve nem korlátozódhatott egyetlen világérára, a halakra, hiszen ő maga mondta, hogy ismét el fog jönni. A vízöntő a jézusi irányítás beteljesítője, amikor Jézust, akit egy rövid időre nem láttunk, ismét látni fogjuk. Mikor fog ez bekövetkezni, kérdezhetnénk. Erre is találunk utalást, mind a Bibliában, mind pedig a kozmikus jelképekben. A saját meglátásom ezzel kapcsolatban. Erre utal a Bibliában Jézusnak az éjféli kiáltás példázata a 10 szűzről. A példázat szimbolikusan azt jelzi, hogy a vőlegény Krisztus a kozmikus nagy napciklus éjfelén, vagyis a vízöntőkorba jön el. Nem az elején, ahogy ezt többen is gondolják, hanem inkább a kor végén. Ekkor érvényesül ugyanis a kor poláris jegyének, az oroszlán jegynek a szimbóluma, aminek ura a nap, erőben és teljes fényességében ragyog. Nézzük meg az állatövi jegyeket. Itt a negyedik ábrát kérem majd betölteni. Az asztrológia ősi szabályai szerint a poláris jelentés tartalma csak a korszak végén teljesedik be. Krisztus visszajövetele csak a már szellemileg megtisztult földön várható. A napjelkép a vezérlő eszme, a fej és a szív jelképe. Egyértelműen Krisztus jelképezi. Ahogy a betlemi csillag jelezte is, az asztrológiai jelképe kifejezte Jézus földi küldetését, úgy az ő visszajövetele is rejtetten kódolva van a kozmikus jelképekben. Legalábbis ezt én így gondolom és hiszem. Miért lenne fontos a bibliai fogalmak pontosítása? Mert az emberek többsége teljes szellemi tudatlanságban él, és nem érti a lényegi összefüggéseket. Sajnos a nem értéshez a keresztény egyházak is jócskán hozzájárulnak, mivel a reinkarnáció tagadásával egy ateista és materialista világképet hirdetnek tele ellentmondásokkal. Az Igazság szabadátesz című könyvem 10. fejezetében felsoroltam 12 olyan bibliai kijelentést, amelyek nem érthetőek az újraszületés krisztusi igazsága nélkül. Megerősítvén azt a nézetet, hogy a reinkarnáció fogalmát szándékosan kitörölték a szent szövegekből, és ezzel érthetetlenné vált a Biblia világképe. Ezekre a részletekre is kitérek könyveimben. Nézzük meg ezért, hogy mit is fejez ki ez az ősi szimbólum, a vízöntő jelképe, ami még a Krisztus előtti időkből származott. Elemezzük előbb azt, hogy mit szimbolizálhat a víz ebben a jelképben. Előbb már említettem, hogy az élet fogalmát. Képileg az életet leginkább a vízzel lehet megjeleníteni, mert a biológiai élőformák túlnyomó részét víz alkotja. Így a víz az életet jelöli. A víz az élet közege, és azért is krisztusi szimbólum, mert kétszeresen is hordozza a krisztusi engramot, a 888-at, amelyben a levegőelem, az oxigén van lekötött formában. A vízben az oxigén hidrogénnel lekötött formában van jelen, a legnagyobb arányban, pontosabban 888,888%-ban, az atom, illetőleg mol súlyok alapján. Kifejezve azt,
hogy Jézusnak anyagi testet kellett öltenie, hogy a megváltás munkáját elvégezhesse. A hidrogén ugyanis magát az anyagot is jelképezi, mert a fizikai világ 99%-át hidrogén alkotja. Az oxigén és a kén pedig olyan elemek, a mintegy 100 természetes elem között, amelyek hordozzák a krisztusi számot, a krisztusi engramot. Az oxigén a magasabb rendi élet fő táplálója, a protont, 8 protont, 8 neutront és 8 elektront tartalmaz, ebből adódik a 888, a krisztusi szám. Ahogyan a sátán száma 666 a Biblia szerint, Jelenések 13, ugye Jézus Krisztus száma 888. Erre Makistán mutatott rá. Víz pedig az élet közege kétszeresen is hordozza ezt a krisztusi számot, és képileg az élet jelképe is. A Szentírás a földi élet fogalmát a vízzel szimbolizálja és hozza kapcsolatba. Így a vízöntő fogalma magát Krisztust jelképezi, aki életet ad a világnak. A keresztség, a vízbe való belemerítkezés egyben a szellemi élet új kezdetét is jelképezi a keresztény hitelvek szerint. Nem véletlenül mondta az Úr, én az életvizét adom, hozom nektek, és aki iszik ebből a vízből, az soha meg nem szomjazik, hanem örök életnek forrásai fakadnak belőle. Néhány bibliai idézet található János 4:13-14, 7:37 és a Jelenések 22:17-ben is. De menjünk tovább. Az oxigén magasabb oktávja a kén. Az elemek mendjelejebb féle periódusos rendszerében, a függőleges oszlopokban a szerkezetileg rokonságot mutató elemek foglalnak helyet. Oxigén alatt közvetlenül a ként találjuk, amely szó szerint és jelképesen is az oxigénnek egy magasabb szintű oktávja. Szó szerint azért, mert felépítésében a 8-as szám összetevő duplája az oxigénnek. A kén rendszáma ugyanis 16, atomsúlya 32, ez azt jelenti, hogy felépítésében 16, vagyis 2x8 proton, 2x8 neutron és 2x8 elektron szerepel. Felfogható tehát úgy is, mint az oxigén magasabb szintű oktávja, ezért szimbolikus száma így is felírható 888,888. Érdemes ezért néhány szót ejteni a két biológiai jelentésükről és megvizsgálni ennek elvi vonatkozásait. Röviden. A kén vegyületeiben, főleg SH-gyököt képezve, az egyik vagy talán legfontosabb elem, amely részt vesz a mérgező termékek méregtelenítésében. A bonyolult biokémiai védőrendszer központi vegyületének, a glutationnak éppen az SH csoport a legfontosabb funkcionális csoport. Persze. Glutationt minden sejt viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz, és ennek a szintjétől erősen függ a sejtek közérzete. Úgy tartják, hogy ez a vegyület a sejtek boldogságanyaga. Ha nagy a sejt glutation tartalma, ez jó közérzetet biztosít, de ha lecsökken a szintje, könnyen megbetegszik és elpusztul. Az 1990-es évek végén már nyilvánvalóvá vált, hogy a sejtműködések főszabályozója éppen a glutation SHSS redox rendszer. A glutation redox állapota tehát kihat a sejt egész működésére, mert egy magasabb szintről szabályozza az oxidatív anyagcserét is. Végső soron ez az alapja a sejt energetikai működésének. E rövid áttekintésből is úgy hiszem, már jól kitűnik, hogy a ként tartalmazó glutationnak központi szabályozó szerepe van a biológiai sejtműködésekben, és összekötő hídként is szerepel a genetikus törvény felé, analóg módon azzal, ahogy Krisztus a közvetítő és egyedüli út az Atyához. De ezen túlmenően a krisztusi engram bele van írva az élet genetikus törvényeiben is, amelyeket könyvemben részletesebben is taglalok.
Csak röviden megjegyezném, hogy a glutatión rendszerrel én is foglalkoztam, és egy új biológiai rendszert fedeztünk fel, ami a sejtek glutatión rendszerét a légzéssel kapcsolja össze. Térjünk vissza a kozmikus jelképekhez. Egy további lényeges momentum az, hogy az állatöv, a zodiákus túlnyomóan állatjelképei között a vízöntő jegyben egy ember alak jelenik meg. Már ez a jelkép is mély értelmű jelentéseket sejtett. Hogyan kerülhet a túlnyomóan állatjelképek közé egy ember alak? Önkéntelenül is az ember fiára kell gondolnunk, mert csak ő lehet ez a az életvizét hozó ifjú ember, aki megígérte, hogy újra eljön hatalomban és dicsőségben. Egy ember alak megjelenése az ősi szimbolika túlnyomóan állatjelképei között azt a magasabb szintet is kifejezi, amit a vízöntőkor ígér az emberiség számára. Egy olyan szintváltást, amit képileg csak az állatjelképek és az ember közti különbséggel lehet kifejezni. Ezt úgy lehetne értelmezni, hogy ebben a kozmikus korszakban az emberiség túlnyomó része átkerül a lelki szintről a szellemi szintre, és túlsorra jutnak a szellemi adományok, miután beteljesedik Krisztus ígérete, a Szent Szellem megújító és megvilágosító ereje. Az értelmi megvilágosodás, amit a jegy Uránus szimbóluma fejez ki, míg a karmikus hatások beteljesülését a Szaturnusz jelképezi, a jegy uralkodó planétái között. Utóbbinak nem csak negatív, hanem pozitív jelentéstartalma is van. A kozmikus jelképek tehát a korszak szellemi feladatát szimbolizálják. A korszak vége felé jut érvényre a poláris jegy, az oroszlán jelentéstartalma is, ez pedig egyértelműen Krisztus újra eljövetelére utal, aki megígérte, hogy újra eljön hatalomban és dicsőségben. Ez egyértelmű abból is, hogy a poláris jegy az oroszlán, aminek ura a nap, a főt, a szellemi vezért jeleníti meg. Itt is meg lehet mutatni a negyedik ábrát, a zodiákust. A zodiákus jelképei tehát már ősidők óta messze menően tükrözik a krisztusi elveket, amelyek azonban csak korunkban a tudomány fejlődésével válhattak egyértelművé, és ezek az analógiák már önmagukban is bizonyíthatják az élet és a világ krisztusi eredetét. A kozmikus jelképekről térjünk át az élet további vonatkozásaira. Hogyan lehetne meghatározni, hogy mi az élet lényege? Én így foglalnám össze az élet elvi lényegét. Az élet lényege egy összehangolási folyamat, amelynek célja, hogy az egyedi, élettelen és vagy öntörvényű létformákat magasabb szintű egységekbe szervezze, végső fokon az univerzális szellemi egység visszaállítása felé. Az összhangolt törvények teremtik meg a hármas szellemi elv együttműködése útján. Az élet törvényei a hármas szellemi elv, az érző, a rendező és a hordozó mozgató elv összehangolt együttműködése útján valósulnak meg. Minden élő formának saját belső törvényei vannak, amelyet megvalósítani törekszik. Folytatva ezt a gondolatmenetet, mik ezek a belső törvények? Az élő egység belső törvényeit az élő életcsíra tartalmazza, amely ha megfelelő környezetbe jut, a környezeti energiákkal kapcsolatban életté fejlődhet, azaz megvalósíthatja belső törvényeit, vagyis önmagát. Tehát életcsíra plusz környezeti energiák, megnyilvánult élet. Elvileg minden élet lényege és célja az élet belső törvényeinek betöltése.
az életnek az életsírával tehát előre meghatározott célja is van, és ez az, ami megkülönböztetné az élettelen létformát. Az ember test, lélek, szellem hármas egysége, így a lelki és a szellemi életének is megvannak a belső törvényei. Mi bizonyítja azt, hogy az élet nem lehet anyagi eredetű? Az élet létezése önmagában is bizonyítja a szellem elsődlegességét, mert az élet törvényeit először meg kellett teremteni, és tervezésre, törvényalkotásra egyedül a szellem képes. A következő ábra mutatja, az ötödik, hogy az élet törvényei hatásaiban minőségileg különböznek az anyag törvényeitől, ami kizárja az élet anyagi eredetét. Mert az anyag törvényei az elők lekötődése és rendezetlenné válása felé irányítják a létforma, vagyis tömeg és hő keletkezik. Az élet törvényei viszont egy speciális irányban rendezik és felszabadítják az erőket, ami az evolúciót eredményezi. A materialista filozófia tehát megtévesztő és tudományellenes, mert ellene mond a termodinamika második főtételének és az entrópia elvnek. Az élet nem keletkezhetett az anyagból, az anyag törvényei szerint. Az élet nem anyagi, hanem szellemi eredetű. A tudományos materializmus ellentmondásaira és tartatatlanságára mutattam rá a magyar tudományban megjelent cikkembe minden visszhang nélkül. Ennek a magyarázata az lehet, hogy mivel az igazságot nem lehet száfolni, bölcsebb hallgatni. Ez pedig arra mutat, hogy a magyar tudományos élet is a pénzügyi háttérhatalom irányítása alatt áll, aminek fő elveit még 1907-ben a Flexner jelentésben fogalmazták meg a Rockefellerek kezdeményezésére. A tudomány anyagelvű szemléletével a tudomány és a vallás szembeállítása volt a cél. Ez olyasmi volt, mint a vallási dogmák, amit nem lehet megváltoztatni, és amihez feltétlenül ragaszkodni kell, különben az illető nem tarthat igényt tudományos elismertségre és minősítésre. Ha a tudományos materializmus félre is vezeti az embereket, a keresztény szentírás már kezdettől fogva a tiszta igazságot hirdeti. Miért van az, hogy manapság mégis sokan fordulnak a keleti vallások felé? Ennek egyik oka véleményem szerint az lehet, hogy a dogmatikus keresztény felfogás csak egyetlen földi életben gondolkodik, amiből számos ellentmondás származik, és egy ateista és materialista világkép következik. Az egyetlen földi élet lehetősége ugyanis megkérdőjelezi, illetőleg tagadja Krisztus számos kijelentésének hitelét. A sátán éppen a fogalmi rendszer zavarta meg azáltal, hogy kitörült egyes kritikus fogalmakat a szent iratokból, hogy ezáltal érthetetlenné tegye a Biblia világképét. Alapvető lenne ezért a fogalmak és azok összefüggéseinek tisztázása, hogy elkerülhessük azokat a félreértelmezéseket, amelyek kardinális ellentmondásokhoz vezetnek. Ilyen sátáni beavatkozás eredménye volt a reinkarnáció krisztusi igazságának taganása és eretnek tanná való bélyegzése. Ez még 1553-ban a II. Konstantinápolyi zsinat idején történt Teodóra császárnő parancsára. A zsinat engedelmesnek bizonyult, mert Teodóra két pápát is kivégeztetett. A lesújtó azonban az, hogy az azóta eltelt másfél évezred alatt senki sem akadt az egyházak vezetői között, aki az egy életbe való gondolkodás téves dogmáját felismerte és megváltoztatta volna. Sőt, ma is ugyanez a helyzet. A vezetők ma sem gondolnak arra, hogy a reinkarnáció tagadásával egy ateista és materialista világképet hirdetnek, ami megkérdőjelezi vagy tagadja Krisztus számos kijelentésének hitelét. Könyveimben az Élet misztérium és az Igazság szabaddá tesz című könyvemben ezekre a félreértelmezésekre mutatok rá,
és röviden vázolom azokat a kritikus fogalmakat és összefüggéseket, amelyek alapul szolgálnak egy észszerű bibliomány értelmezéshez, és összhangban állnak egymással és a már bizonyított tudományos elvekkel. Az egyházi vezetők az észszerű elvek ellenére azonban görcsösen ragaszkodnak téves dogmáikhoz, és nem hajlandó semmilyen párbeszédre a Semper Reformandum jelszava ellenére. Mi a kapcsolat az élet hármas szellemi elve és a jézusi kijelentések között? Az élet hármas elve levezethető Jézus kijelentéséből, a keresztény Szentháromság fogalmából, a Szentírás kijelentései alapján. Ezt a következőképpen foglaltam össze. Az élet és a világ filozófiai alapjai. Ezt a hatodik ábrát kérnem bemutatni. A teremtés alapelvei egyszerűek és zseniálisak. Az isteni teremtés három fő motiváló elve, a szeretet, igazság és erő. Ezek összehangolt együttműködése teremti meg az életet, ami a visszacsatolási elve alapul, biofeedback. Embernél ezek az érzelem, értelem, akarat kvintesszenciái. Cél a törvény betöltése. Az élet hármas elve levezethető a keresztény Szentháromság fogalmából, a Trinitás. Az Atya a szeretet, vonzás, az életszellem érzelmi szférájának az érző elvnek a quintesszenciája, a világ ősoka. A Fiú az igazság, a törvény, a szellemi rendező elv, s végül a Szent Szellem a munkálkodó erő, mozgató elv, aki beteljesíti az atyai szándékot a Fiú törvényei szerint. Mivel ezeket az elveket minden ember saját magán is tapasztalja, külön bizonyításra sem szorul. Istenek vagytok, mondta Jézus. Mi igazolja a szentírási kijelentések hitelességét? Az a tény, hogy az élet alapvető elvei bele vannak írva a kozmikus jelképekbe a világ teremtése óta, ami csak magától, az élet urától, Krisztustól származhat. A kozmikus jelképek így a leghitelesebben bizonyíthatják az élet krisztusi eredetét és fő principiumait, amelyeket az alábbi ábrában foglaltam össze. Az élet principiumok kozmikus jelölői. Kérem a hetedik ábrát. Ez az ábra azt mutatja, hogy a naphold aszcendens az én törvényeit fejezi ki. A Merkur, Vénusz és Mars a lelki szinten fejezi ki az értelem, érzelem és akaratot. Az rendező, az érző és a mozgató elvet. Szellemi szinten ugyanezt ezeket az Uranus, Neptunus és a Pluto fejezi ki. A két szint között a kiegyenlítő elfoglal a helyet, a Jupiter és a Saturnus. Az előbbi a segítő erőket, Saturnus pedig a gátlásokat jelenti. Az ábra azt is kifejezi, hogy az élet hármas elvét más kozmikus jelölők képviselik a szellemi szinten, mint a lelki szinten. Ez pedig azt jelenti, hogy a két szint között minőségi különbség van. A lelki és a szellemi szint között foglal helyet a Szaturnusz, a karmikus hatások, a gátlások jelölője, a küszöbőre, valamint a Jupiter, amely a külső segítő erőket jelképezi, a kettő együtt a kiegyenlítő elvet. Ez tehát azt jelképezi, hogy a lélek addig nem léphet át a magasabb szellemi világokba, amíg karmikus adósságai vannak. Ezért nevezik a Szaturnuszt a küszöb őrének. A karmikus adósságot előbb ki kell egyenlíteni, amihez külső segítő erőket a Jupiter jelképezi. És itt jönnek, ugye,
számításba azok a bűnök, amelyek előző életünkben valamikor elkövettünk. A következő ábra ugyanezeket a szimbólumokat a minőségi energiaszintek vonatkozásában ábrázolja. Minőségi energiaszint az mozgási erő és a lekötött erő viszonyát fejezi ki, vagyis a tömeg ezzel a viszonyát. Az én törvényei, kérem szépen a nyolcadik ábrát, az én törvényei a hármas szellemi elven keresztül nyilvánulnak meg. A tudatos én irányulását a napjel képezi, míg a külső segítő erőket a Jupiter. A kegyelmi erő csak úgy eredményezhetnek szellemi emelkedést, ha naperők, az én törvényei összhangban vannak a külső segítő erőkkel, amit a Jupiter jelképez, és a szellemi törvényekkel. Az én belső törvényeit kell alárendelni az élet egyetemes szellemi törvényeinek, hogy a kegyelmi erők oldhassák a bűnök következményeit, amit a Szaturnusz szimbolizál. A lélek tisztulásával megnyílnak a szellemi csatornák, és az út szabaddá válik az Atyához. A szellemi fejlődés során luciferi énünknek krisztusi énné kell alakulnia, a lelki szintről, a szellemi szintre emelkedni. A földi testet öltés célja tehát, hogy a saját tapasztalatok alapján tanuljunk úgy a jóból, mint a rosszból. Ezáltal fejlődhet ítélőképességünk, és az igazság megismerésével tudatilag emelkedhetünk és tökéletesedhetünk. A végső cél az Atyához való tökéletesség. Ez pedig azt jelenti, hogy a szellemi fejlődés örök, végtelen. A következő ábra ugyanezt egy sematikus ábrán keresztül érzékelteti. Az ábra azt fejezi ki, hogy a szellemi fejlődés reinkarnációs ciklusai során az emberi szellem luciferi énje krisztusi énné fejlődik és alakul át. Gondoljunk arra, hogy milyen hatalmas különbség van a primitív ősember és a modern kultúrember között. Ez a fejlődéshez volt szükséges a reinkarnációs ciklusoknak az a néhány ezer éve, ami azóta eltelt. Röviden összegezve, a kozmikus jelképek, tehát letagadhatatlanul és messze menően kifejezik nem csak az élet hármas szellemi elvét, a bukást, de a megváltást és a szellemi fejlődés irányát is, ami a magasabb szellemi világok felé mutat. Ezek az elvek pedig bele vannak írva a világ teremtése óta a kozmikus jelképekbe, mint egyfajta kozmikus kódok, és ezért csak Krisztustól származhatnak, mert ahogy ezt a Szentírás mondja, minden általa és ő benne teremtetett.